néz így rám? Jól bejöttünk a csőbe. Azt gondolja? Hogy lehet valaki ennyire üdeje és vonzó? Sokkal könnyebb lenne a helyzetem, ha maga is úgy ébredne, mint a többi nő. Letogadt szemekkel. A sors úgy akarta, hogy a combom legyen vastag. Ez nem olyan dolog, amit csak úgy át lehet síklani, ezt meg kell beszélni. Oké. Okay. Hova megy? A fürdőszobába. Ne, maradjon le. Ő Debbie. Ez a két éves születésnapján készült, megpróbáltuk rávenni, hogy elfújja a gyertyákat. Erre bedugta a kezét a tortába. Hát igen, tisztaság nem a fő erénye. Remek srácai vannak, George. Köszönöm, magának is. Na. És hol szerezted a pesgőt? Az öreg Chalmers hozta, amíg öltözködtél. Nem veszélyes ez egy kicsit? Ugyan már szerintem a vénszivar régóta tud mindent. Hát igen, hányszer elmegyek a pulcs előtt, mindig rám kacsint. Ez nem kacsintás, pikje van. Nem mondod, én meg mindig visszakacsintottam rá. Na, nem mint, hogyha akkor abba akarnám hagyni, de bűntudatom az igenis van, és ki is mondom. Mi az, hogy kimondod? Plakátokon teszed közszírré. Miért nem maradtál a nadrágodra egy piros H-betűt, házasságtörő? Össze-vissza szaladgálsz a világban, és azt harsogod mindenkinek, hogy én egy nagyon rendes ember vagyok. Igaz, hogy házasságot török, de rendes ember vagyok. Tudod, mi vagy? Egy seggfej. Jó, akkor én is mondok valamit. Sokkal elviselhetőbb voltál, amíg nem léptél be a hónap könyveklubba. Gyors! Megyek. Na, találd ki, mi újság? Hogy van az én kis szerelmem? Mit műveltél? Hát azért, de nem csak az enyém. Harry is megtette magát. Nem leszem mindjárt rosszul. Figyelj, Doris, én nem vagyok taxisofőr. Én nem tudok levezetni egy szülést. Na, George, nem rendezhetsz jelenetet. Hívd fel a legközelebbi orvos. A legközelebbi orvost. Mm-hmm. Jó, hívom. Addig te legyél nyugodt, semmi baj, csak nyugalom, az a lény. Legközelebb legalább meggondolod, hogy véres asszony a lempereg. Halló, itt a Chalmers? Baj van? Nem érünk oda, a baba már az ajtóban van. Doktor, igen, szerezzen egy orvost. Igen. Nyugalom. Micsoda? Nem érdekel az, hogy a golfpályán van, menjen oda ért a kocsival és hozza ide. Igen, azonnal. Mindjárt hozza. George, érzem a baba fejét! Szorítsd össze a lábad! Mit kívánok, tisztelt ügyfél? Egy sétát a tengerparton? Egy jó vacsorát? Vagy engem? Téged. Na, az itt már sose jutsz el idáig. Doris, nincs el rajtad melltartó. Jaj, George, olyan 40-es vagy. Na, én régi módi pasi vagyok. Na, már azt jelzik, hogy kiterülj, hogy te Goldwaterre szavaztál. Nyertél. Ugratsz? Eszembe sincs. Hasz hiszed? Mi van? Hogy lefekszem egy rohadt reakciósan, aki Goldwaterre szavaz, akkor nagyon tévedsz. És emellett még komplett hülye is vagy. Doris, ne csináld ezt, légy szíves, most ne. De miért szavaztál rá? Nem beszélhetnék ezt meg más. Nem, ezt most fogjuk megbeszélni. Szóval? Azért szavaztam rám, mert Goldwater véket akar vetni a háborúnak. Igen, úgyhogy tönkre akar-e tenni ezt a szerencsétlen országot. Ő ilyet soha nem mondott. Ez a baj veletek, látod, hogy soha nem hallgatjátok meg azt, hogy mit mond a másik. Évtelen voltam megsiratni. Doris, az utóbbi időben rosszak az idegeim. Egyszerűen nem tudom majd. Örülj! Hogy ez még mindig milyen jó, hogy 20 év után is? Hát, drágám, ha összeszámolom, hogy összesen hányszor csináltuk, kiderül, hogy még csak a mézeseteknél tartunk. Mondtam már, hogy nagymama lettem? Nem. De a legidétlenebb pillanatot választottam.
Lebegek valahol Szent Johanna és Helena Rubinstein között. És azt mondtad már neki, hogy még mindig szereted? Hát mit gondolsz, miért szaladgálok körülötte 27 éve? Szeretnéd, ha visszajönne? Hát, nem is tudom. Ezt kérdezd meg tőlem holnap, jó? Akkor már mást fogok felelni. De miért? Mert holnap már nem leszel itt velem. A lélekben mindig melletted vagyok. Köszi. Ha valakinek lefagy a lába 400 mérföldről, eléggé nehéz felmelegíteni. Ezt vegyem ajánlatnak? Miért? Érdekelne az ügy? És téged? Sokszor álmodoztam arról, hogy szép pár lehetnénk. Ez nem válasz. De az ajánlatot én tettem. Igaz, hogy csak háromnegyedrészt gondoltam komolyan. És hogyha nem békítesz össze Harryben, akkor örökre a nyakadon maradtam volna, és ettől te teljesen megrémültél. Mindig átláttál rajtam, igaz? Mindig tetszett, amit láttam. Doris, én komolyan akarlak. Ezután is megkapsz. Ugyanitt, ugyanekkor. Doris, nekem feleség kell. Nem tehetem. Egyszer az életben szerettem volna. Happy ending.